Napjainktól Bachig nem írtunk el semmit, szentpéteri Csilla zongoraművész gondolja így. A művésznő és zenekara kedden Temperamento című műsorával érkezett Nagy Kanizsára. A formáció a zeneirodalom legnagyobbjait idézte meg új köntösben. Mozart műveit például a rock stílus jegyeivel, vagy épp a bossanovával ötvözték. Az esten a világhírű zongoraművész saját szerzeményei is felcsendültek, de a műsort számos anekdota és nagyszabású látványtechnika is színesítette. Az okostelefonok, a számítógép és az egyéb kütyük világában a gyerekeknek és a nézőknek is, illetve a 21. századi emberek olyan magasra nőtt az inger küszöbe, hogy ezt gyakorlatilag már elérni pusztán egy darab hangszerrel már nem lehet. Tehát az volt a koncepció, hogy miután én 2000-ben lehet azt mondani, hogy megreformáltam a kőbevésett komoly zenei szabályokat, hogy emellé valami olyan látványt illesszünk, ami alázatosan, tehát nem elnyomva a zenét, hanem alázatosan követi mondjuk az én zenei gondolataimat, a zenének a hangulatát, a dinamikáját, vagy erősíti, vagy éppen visszafogja.